Úszással kezdtek a Lökimen versenyzői a triatlon viadalon. Mintegy 200 részvevő három kategória közül választhatott, olimpiai táv egyéni, középtáv egyéni és középtáv váltó. Utóbbi kategóriában 1,9 kilométert úsztak, 90 kilométert biciklisztek és 21 kilométert futottak a versenyzők. Az első középtávú induló 4 óra 32 perc alatt fejezte be a versenyt. Maradjunk a középtávnál, mert az a hosszabb. Azt mondom, hogy elég jó szinten és felkészülési állapotban lévő versenyző, az gyorsan hat kalkuláljuk. Jó, egy olyan fél óra körül úszik, ha nagyon jó biciklis, akkor 40-es átlaggal tekerve, ami azt jelenti, hogy a 90 km-t, az két óra pár perc alatt letekeri, valamint a fél maratonját is másfél órán belül képes ugye lefutni, akkor ezt így mindezt összeadva a kettő fél, egy olyan 4,5 óra alatt teljesíthető ez a táv. A triatlon versenyek népszerűsége egyre nagyobb hazánkban, viszont itt a keleti régióban még nem igazán elterjedt a sportág. A szervezők ezért is gondoltak Tiszalökre, amikor helyszínt kerestek a megmérettetésnek. Céljuk az volt, hogy ne csak a profik, hanem a sportággal éppen ismerkedők is részt vegyenek a Lökimenen. A másfél kilométeres úszásból, 40 kilométeres kerékpározásból és 10 kilométeres futásból álló olimpiai távon a férfiaknál Hatházi Máté, a hölgyeknél pedig Szikszai Mónika nyerte a Lökimen elnevezésű versenyt.